Színpadon Sándor Benyámin Solt, tanárai Tóth Zoltán és Molnár Bálint, mentora Végső Miklós. Szuper voltál, meghallgattuk Zsurászki Zoltán. Na, izgultam érted. Szeretnék büszkélkedni azzal én is, hogy 1983-ban tőcegi András barátommal szerveztük a gyűjtést, Martin György kérésére György falván, és hát azokat a táncosokat, azokat a figurákat láttam vissza, amit ezen az eredeti filmen a bácsik eltáncoltak. Persze ez Jaskó István, Pitti bácsi udvarán volt ez a felvétel. Az ő figuráit is láttam a táncotban. Minden sarkazó, minden lábkör, minden ugrás, a zárlat nagyugrás ott volt a lábadon. Tehát példásan végigtáncoltad, jó stílusban végigtáncoltad az anyagot. Úgyhogy... Nekem nagyon tetszett az a stílusbiztonság, az, hogy a tempót hívtak fölfelé, mert a nagyugrásnál már könnyebb gyors tempóra ugrani, de az elején nagyon szép, nyugodtan kezdted el, körbe mentél, olyan figurákat hoztál, amikor Charleston-t hoztad, amikor kör után indultál neki a zenészeknek, szembe is táncoltál a nézőkkel, tehát teljesen példás az, ahogy a Györgyfait megtanultad, így tovább. Köszönjük szépen, Enikő. Azon gondolkodom, hogy ennyi tehetséges kisgyerek a pávába, kéne belőletek tényleg egy együttes, és valami, lerúgjuk a csillagot az égről, mert egyszerűen valami csodálatos, és tényleg ez az regényes. És az a harmónia, ami téged körülvesz, legyen az család, legyen az egy Bartina tánc együttes, legyen egy tehetséggondozó program, mert a Bartinán belül az is működik. Egyszerűen jó helyre születtél, Benji, de meg is dolgozol érte, mert ez egy kemény munka volt, amit itt most megmutattál nekünk. Gratulálok! Én csak egy szót szeretnék mondani, hogy irigyeltem a zenekart. Én akarok neked muzsikálni. Volt kapcsolat. Nincs kizárva, ugye? Mi hogy lesz erre példa. Sebesti. Csak annyit szerettem volna még mondani, hogy miközben ugye a legényes egy virtuóz tánc, hát arról van szó, hogy virtuós, hogy megmutatom, mit tudok, ezt mégis olyan természetesen csináltad, olyan bájosan, nem volt hivalkodó vagy tolakodó, tökéletes volt. Nagyon jó. Köszönjük szépen, kérjük szépen a Igen, bocsánat. Ilyen talán. Eleganciával kell lerúgni a neutron csillagot az égről. Akkor most igen. Kocsis Enikőtől 10-es, Eredics Gábortól. 9-es, Sebestyén Mártától. 10-es, Zsurávszki Zoltántól. 10-es, és Salamon Beától. 10-es! Tudod-e, hogy ez mit jelent? Igen. Na mondd ki! Továbbította. Bizony! Biztosan velünk lesz a középdöntőben, tehát Benji, de lássuk a táblánkat. A szóló és páros táncosok kategóriájából, tehát biztosan tovább jut Sándor, Benyámin és Solt.